gyere, hopp, hopp, hopp! Ügyes vagy! Nila a néhány hónapos labrador keverék már percekkel a hivatalos megnyitó előtt birtokba is vette Győr legújabb kutyafuttatóját. Ez már a sokadik a sorban, ráadásul itt különféle agility eszközöket is telepítettek, ami a kutyusok mozgatását és játékát segíti. A területet körbekerítették, kutyavécét helyeztek ki, és három pad is került a mini kutya játszótérre. A fejlesztés része egy 30 milliós csomagnak, ami a környéken valósult meg. Két dolgot szerettük volna mindenképpen figyelembe venni, illetve elősegíteni. Egyrészt azt, hogyha azok az állattartók, akik póráz nélkül sétáltatták a kutyáikat eddig a városrész utcáiban, azokat megkérjük, hogy akár ide, vagy a többi másik Ikva utca másik részén tartó kutyafuttatóba vigye el, és ott engedje el a kis házi kedvencét, ugyanis nagyon sok lakó, főleg a nagy testű kutyáról van szó, akár gyerekekkel van, és megijedhetnek, félhetnek tőle, vagy egyszerűen egy kellemetlen jelenségnek tarthatják, nyilván ezt célszerű tiszteletben tartani. Másrészt viszont szeretnénk azt is kezelni, hogyha kutyaürülék keletkezik, ugye egy elhelyezésre került egy kutya WC is, hogy ezt megfelelő módon tudjuk kezelni. Gazdik is voltak a hivatalos kutyafuttató avaton. Rotterék néhány hónapja vették a kis spic keveréket, Pumit, akinek hatalmas a mozgásigénye. Neki is nagyon tetszett a közel 6 milliós fejlesztés, amit a kutyabarát család mostantól naponta fog látogatni. Most ment a férjem nyugdíjba, március 12-én, és ugye 3 hónappal előbb vettük a kiskutyát, és ez számunkra nagyon nagy örömöt jelent. Most már, hogy nyugdíjas, most, hogy átadták, minden nap majd hozni fogja, és megnézte már a férjem ezeket a játszó helyiségeket, amiben lehet a kutyával foglalkozni, hogy milyen jó lesz, hogy megtanítsa a kutyát. Meg nem kell féteni, nem üti el az autó, mert ő szeret futkozni, bátran elengedheti. A kutyajátszótér egyébként egy hatalmas füves területen várja a kutyusokat és a gazdikat 530 négyzetméteren. A bekerített futtató mellett frissen fákat is ültettek, így még kényelmesebb környezetben tölthetik az időt az állatbarát marcalvárosiak. Az átadáson elhangzott, azt kérik a tulajdonosoktól, hogy csak itt a bekerített területen engedjék el kutyáikat, azon kívül kizárólag pórázon sétáltassák az ebeket a környéken élők biztonsága érdekében.